mindenki leszek Sácskén a vagyok, és időnk egy következő videóban, csácsá, hello, cső mindenkinek, sziasztok! Sziasztok! Csekkoljátok le most a shopomat a különleges PG-t és Danis termékekért, és akár most engem is megkaphatok, hogyha szeretnétek. Link a leírásban. Na szóval, belekezdünk egy új videóban, most nem más lesz, mint a gyerekemet fogjuk úgymond megtrollkodni az oviban, vagyis óvodáskat, vagyis óvodás, nem tudom, hogy lesz, hányadás fogunk megtrollkodni. A lényeg, hogy óvodáskat fogunk trollkodni ebben a videóban, szóval, hogy tetszik ez a videó, meg minden, vagy tetszik ez az ötlet, meg ilyesmi, akkor dobjatok egy hatalmas nagy lájkot a videóra, és iratkozzatok fel, és jöjjön a csengőt, közben itt pörgök a székemben, komolyan mondom. Várjátok, megpróbálok megfordulni. Jó, oké, sikerült nagyjából, jó. Na, szóval, srácok, mindenféle megjelentetek fel, és dobjátok egy lájkot, 3 rá, 2, 3, bam, bam. Oké, tudjátok a dolgokat, meg minden. A lényeg, hogy dobjátok lájkot, és írjátok le a kommentben, hogy tetszik a videó, és na, jó, menjünk is veletek a dolgokba, és annyi lényeg, hogy itt van az óvodában a gyerekünk, és meg fogunk trókodni olyan szinten, ahogy csak lehet. Jó, megpróbálok nem ennyire gyorsan beszélni, mert nagyon sokan nem tudjátok el. Jó, oké, na. Jó, oké, na, lassunk le egy kicsit, szóval. Ja, ott van benne a gyerekem, meg kell trókodni. Ennyi a lényeg. Na, szóval, kéne felvenni valami árruhát, hogy ne ismerjen fel minket, mondjuk felveszünk egy ilyet. Ez is szerintem azért valamennyire jó. És mondjuk vegyünk fel egy valamilyen állarcot. Milyen állarc lenne jó? Mondjuk legyen ez? Ez tökéletes állarc, legyen egy ilyen izé. És mi vagyunk, kedves, mi legyen a nevünk? Legyen mondjuk az a nevünk, amúgy nyugodtan szavazzatok meg a kommentben, mi legyen a nevünk. Amit sajnos még nem látok, szóval most nekem kell dönteni, de ti vágyatot állítanátok be. Ja, ez a lényeg. Mondjuk legyen nevünk az, hogy mit tudom én, Robert. Mostantól az a nevem, hogy Robert. Szóval menjünk akkor Robertként be. Na szóval, én vagyok az új tanító, meg ilyenek. Jó napot kívánok mindenkinek, jó napot. Halló, hol van? Hol van olyan kis Dani? Hol lehet kis Dani? Itt van? Nem itt van. Az még itt volt, nem? Ott, ó. Hey, mit rosszalkodsz kis komám? Én vagyok az új tanító bácsi, ovó bácsi. Két éve kezd. Üljél le oda szépen, na, vigyázz állásba, na. Vigyázz, osztály, vigyázz, gyerek, gyerünk, na. Mondom, vigyázz, na. Azért mondom, szóval. Jelentés kérek, kedves kis Dani. Nincs Dániel. Nincs kedvem. Hát igazából nem tudok semmit, nem tudom mi van, igazából nem érdekel csak. Mi az, hogy neked nincs kedved? Na ez nem így megy, most szépen büntetések lesznek. Na, az én omémban nincs ilyen, hogy nincs kedved. Szóval, gyerünk, jelentsél, egy másodperc tudok, gyerünk, szétlávázlak. Nem tudok semmit, hagyjál a békén. Tomasz engem, hógolyóval, biztos vagy te ebben? Biztos vagy te ebben, ha? Na? Ki az a merész? Na ki az a merész? Nem így dobál. Na nézzétek meg. Na ilyen neveletlen gyereket, ki nevelt téged? Na mondjad! Ki nevelt téged? Nem vagy raj. Úgy oda szépen állj a sarokba, itt én nézd. Jaj, bocs, nem akartam. Honnan van ópi almád? Tuti apától loptad? Tudta, hogy apukától loptad, mi? Azt nem. Persze. Na jó van, nyomás ki a kerül, megyünk kicsit gyakorlatozni. Na gyere, na gyere szépen. Na úgy van, na, menjünk szépen ki a kertbe, és itt fogunk szépen gyakorlatozni. Na, vidd ki a jumpot, gyerünk! Vidd ki a jumpot! Na, mutatom, hogy kell jumpolni, gyerünk! Ó, jaj, hát leestél valahogy. Valahogy leestél. Na vajon hogy? Na, de megint leestél, hallod? Szöksz az óvodából, vagy mit csinálsz? Na, csinál már meg! Mi van? Mi van veled? Na, figyelj! Op, jaj! Nem tudom, hogy hogy kell nézni. Na, szóval, valahogy így kéne, látod? Na, valahogy így kéne kivinni, látod? Tanulni kéne a profitot? Tanulni kéne. Na mi? Na, gyere be, tessék be, engedlek. Na, gyere be nyugodtan. Nyugi, nem zárlak ki meg semmi. Nagyon gagyi vagy, nyugodj. Szóval, igen. Nem maradtál fent. Hát ez nem... Hát ez nem sikerült. Na jó, gyere, figyelj, homokozzunk, jó? Aki hamarabb épít menőbb homokvárat, az nyer, jó? Na gyerünk! Jó van, nézzük! Gyerünk! Amúgy azért mondom, hogy nekem nincs homokom, nagyjámán! Mit csinálsz? Adok egy kis homokot! Te mit rombolod? Ne rombold le az enyémet! Tiéd az oldal! Ilyen megjelölöm, jó? Jó, nagyjámán! Innentől kezdve, onnantól kezdve az a te oldalad, jó? Jó, oké! Okay. Innentől kezdve, ez itt a felező vonal. Na! Mi nekünk lesz a menő homok várunk, ez biztos! Na gyerünk! Így, né? Nagyon jó! Ennyi, kész sokkal vagyok. Jobb lesz! Amúgy vicceltem, az nyer, aki gyorsabban elkészíti. Vicceltem amúgy.
Na, mutasd a cellulófáradat, hol van? Enyém tök meredet, látod milyen? Nem látom sehol. Mi csináltál? Nem látom sehol a homokváradat. Te most sehol látod a homokváradat? Nem látom sehol a homokváradat, szerintem nincs is homokvárad. Mit kérdez? Szerintem te átvertél. Szerintem neked nincs is homokvárad. Fogadj vagy! Mi a jelszó? Elkaplak, mi a jelszó? Hogy lehet ide bejutni? Nem mondjad! Mi a jelszó? Nem? Hello, szia! Itt nincs ennyi nekem, bummer! Kisfiam, menjél szépen felfelé, tanulunk egy kis magyar irodalmat, mert ahogy látom, a viselkedésed nem illik hozzá a, nem tudom, a magyar kultúrához. Na, szóval... Milyen kultúrához? Szépen tanítodok! Na, úgy van, üljél le szépen, fiam! Na, gyerünk ki! Nem fiam, bocsánat, hanem tanítványom. Na, szóval... mennyi? 5x5, na gyerünk! 48. Nem tudom, ezt még nem tanultam. Mi az, hogy ezt még nem tanultad? Ez nem válasz! Mondjuk ez nem is irodalmi kérdés volt. Na, oké, mikor született az apád? Gyerünk, válaszolj! Nem tudom, fogalmam sincs, énekre nem emlékszek. Hát ez nem volt valami normális válasz. Ezt nem fogadom el válaszként? Ilyen nincsen. Jó, oké, ez egy egyes, jó? Oké, na figyelj, egyesként. Annyit sem ez, mint az a zombi húsok idén. Mondjuk fel, 10 fekvő támasz, gyerünk! Csináljad, gyerünk! Ez mi? Kész. Mi volt ez a baba fekvő támasz? Nem ilyen egy fekvő támasz, nem így kell csinálni, na gyerünk! Nézd! Gyerünk, csináljad! Csináljad! Azaz! Ez így! Jó vagy! Te most engem szívati próbálsz? Szegény kis Zani. Kicsit szívmondolkodva. Nem vagy nyugi már! Hogy bász velem? Na, álljál lefele! Leütötted a festményt? Na oké, jó, veszel újat. Na gyerünk, oké, akkor menjünk szépen dolgozni. Újat kell szépen fizetned. Na jó, nekem ez nagyon-nagyon kezd gyanús tenni. Te biztos vagy, hogy Jóma bácsi vagy? Persze, hogy az vagyok, minek nézel engem? Várjál, mindjárt jövök, jó? Mindjárt visszajövök. Hát nem tudom, nekem valahogy nagyon nem tűnik Jóma bácsinak. Szerintem van egy olyan érzésem, hogy ő Dani beöltözve. Nagyon nem érdekel ki ő, mindegy, megszivatom. Na, jó napot, Jóma bácsi úr! Hello! Na mi a helyzet? Igen, mit szere... Szét vagy pirítézve minden! Nem tökessé engem! Na mi az? Na mi az? Tudod mit? Oké, ma egy jobbat tettem. Jó Istenem! Na, alszok! Elmegyek aludni, jó? Oké? Jó éjszakát! Jó van, de... Hello! Figyelni foglak rajta, tehát most ilyen szememet! Valad itt fent, ott egy jó pillanat, nézd! Ott egy jó pillanat! Na jó, oké. Van egy nagyon-nagyon jó ötletem, srácok. Miért ne, hogyha körbepakolnánk TNT-vel az egész óvodát, és konkrétan, nem tudom, mit csináljunk vele? Vagy megfenyegetjük, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Nem tudom, valami viccet csináljunk, fogjuk rá! Eski, fogjuk rá, hogy ő romantotta fel! Ez tök jó ötlet, na! Szóval, körbepakoljuk szépen az egészet, lá-lá-lá-lá! Oké, és nagyon jó! Na, és menjünk be, szóljunk neki! Jaj, ez nagyon jó lesz, ez nagyon jó lesz! Na, Óvó bácsi! Halló? Hol vagy, Óvó bácsi? Hol az Óvó bácsi? Itt vagyok. Itt vagyok, jól, mondjad! Akkor, egy perc, ki tudna jönni? Ja, akkor jövök, 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 mondjad! Jó, na szóval, leraktam ide pár dolgot! Mi az a TNT? Nem, értem ezt TNT! Miért ez itt? Oké! Nem lesz itt TNT, kiutunk szépen mindent! Nekem az már így is jó! Mit csináltál? Ez egy kicsit nagyot robbant. Mit csináltál? Szerintem ki... jó napot! Mit csináltál? Na milyen érzés? Na milyen érzés, Dani? Tudom, hogy Dani vagy! Honnan tudtad, hogy Dani vagyok? Na mi az? Hát gyere vissza! Gyere vissza! Látom, hogy te voltál! Gyere vissza! Nem én voltam, ő volt! Nincs az kezem, mert robbantott a feles, köszönöm! Te voltál, gyere vissza, te... Istenem, vagy! Szabadságot kapsz, mit robbantott fel a szabadágot, meg ilyenek! Fulgagyi vagy! Én vagyok a legjobb tolkodó, én vagyok a legjobb tolkodó! Te vagy a fulgagyi! Na, menj innen! Hol vagy? Gyere ide, elkaplak! Sok sikert az újjáépítéshez, tudom, hogy segítek, tessék! Gyere ide! Egy fablokot leraktam! Na, szerintem ezt szóval segítség! Na, nyugi! Nyugi! Na, mi nyugi? Béke meg minden, oké? Nem, nincsen béke, felrobbantottad az egész óvodát! Miért csináltad ezt? Te kezdted el a trollkodást velem, szóval ne izéljél! Hogyha nem kezdted volna a trollkodást, most te mit tartanál? Én visszaadtam neked! Alapból te vagy a nagy trollizé! Hát igen, ezért nem kéne megtrollkodnod kis Zanit! Nagyon van, srácok! Ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, meg minden! És hát,
Haha, megint legyőztük Danit. Hogy tetszett a videó, akkor így dobjátok a lájkot, szóval feljövődöm meg a csengőt, írjátok meg a kommentben, hogy tetszett, meg ilyenek, és akkor találkozunk a következő videóban. Én Kis Dani voltam, én meg Nagy Dani. De ő bénám. Sziasztok! Na, sziasztok!